A tanterem bővítési projekt keretében új tantermek létesülhetnek őszre az András és a Halmi Telepi iskolában. Erről, valamint az óvodai férőhelyekről a polgármester nyilatkozott. Az elmúlt vecsési magazinok során a vecsési általános iskolák igazgatói beszámoltak a jelentkezés feltételeiről, illetve hogy melyik intézményben hányás osztályt indítanak. Ezeknek a technikai hátteréről mit lehet tudni? A tanterembővítési projekt keretein belül mely intézmény elvileg hány első osztályjal vagy tanteremmel bővülhet? Sok szó esik erről mostanában, hiszen az óvodák nagyon magas telítettsége most éri el majd igazából az általános iskolákat, tehát ott szorít majd most a cipő, ezért is tavaly kezdeményeztük a Nemzeti Sportközpontnál az ő körkérdésükre, hogy bizony vecsésen tanterembővítésekre lenne szükség. A Halmi Telepi általános iskolában az új szárny tetejére 4 tantervet terveztettünk meg, illetve az Andrássy Telepi iskola tornaterme fölé egy és még egy fél tantermet, illetve mosdóhelységet terveztettünk. Hogy ebből mi fog megvalósulni, azt pontosan nem tudom. Gyakorlatilag több körös egyeztetésen vagyunk túl. A Nemzeti Sportközpont koordinálta idáig ezeket a fejlesztéseket, és most úgy tűnik, hogy ezt átvette az EMMI, az Emberi Erőforrások Minisztériuma, és a sportért felelős helyettes államtitkár személyesen kijött 3 héttel ezelőtt, bejárta a Halmi Telepi iskolát is, én magam, illetve a gazdasági bizottság elnöke fogadtuk, és az igazgatónő, valamint utána átmentünk az Andrássy iskolába, és megmutattuk, hogy konkrétan a papíron, hogy néz ki a fejlesztés, hogyan néz neki a valóságban, és miért van erre szükségünk. Gyakorlatilag azt ígérte, hogy most gyorsít ezen a kormányzat, és egy hónapon belül elbírálásra kerül ez a projekt, sőt, azzal kecsegtetett bennünket, hogy esetleg még az önrész területén is nagyon pozitív változások történnek, ami az önkormányzatok számára nagyon fontos lenne, hiszen az elvárt adó mértéke miatt, amely egy olyan mutatószám, amely viszonyítja most a mai magyar pénzügyi rendszerben az önkormányzatokat, nekünk igen magas lenne az önrészünk. Már azt sikerült azért lejjebb tornászni, de még mindig jelentős, mert mindig túl magas ahhoz, hogy ezt ki tudjuk fizetni, de ígéretet kaptunk arra, hogy talán ez jelentősen még csökkenhet. Úgyhogy azt várjuk, hogy értesítsenek bennünket a döntésről, remélem, hogy jó híreket kapunk, és tudjuk fejleszteni ezeket az iskolákat, ezeket a tantermeket, mert ez kihat gyakorlatilag a vecsési oktatási rendszerre, és aztán később egyébként az óvodák létszámára, illetve csoport létszámaira is, főleg a Halmi téren, hiszen ott a régi épületszárnyból 2 tanterembe óvikásokat helyeztünk el, őnekik alakítottunk ki helyet, hiszen akkor nagyon sok óvodásunk volt, és hát előbb-utóbb ezt azért vissza kéne adni az iskolának, úgyhogy gondolkozunk azon, hogy hogy tudjuk koordinálni az intézményi igényeket, amikor óvodai csoportokra van szükség nagy létszámba, akkor ugye azokat építettük, amikor az iskolákra, és akkor most azokon a sor, azokat kell fejlesztenünk. Óvodásokban szeptembertől sem lesz hiány, hiszen úgy tudom, hogy a körülbelül 222 távozó helyre körülbelül 305-en jelentkeztek, vagy legalábbis elvileg ennyien lesznek majd óvodáskorúak. Így igaz, ez statisztikai adat. Gyakorlatilag a szumma úgy jött ki, hogy nagyjából annyi gyerek, amennyi elment, annyi érkezik az óvodákba, tehát lesz mindenkinek férőhelye. Ugye új jogszabályi feltételek vannak, a 3 éves kort betöltött gyermekeket felveszi az önkormányzat, fel kell venni az önkormányzatnak. Ha a szülő kéri, akkor egyébként nem, tehát otthon lehet tartani a gyereket, de külön szülői kérésre. És ezt a különbséget, ami a 305 és a 222 között van, tehát a 305 gyermek, óvodáskorú gyermek száma, illetve a 222 férhelye között azért nagyon sok tényező korrigálja, aminek a következtében ezek közelítnek egymáshoz. Az egyiket el is mondtam, tehát hogy a szülők kérésére otthon maradhat a gyerek. Ezek közül a gyerekek közül, tehát a 305 és a 222-es létszám között sok gyerek már óvodába jár, lesz olyan, aki pedig még nem fog, tehát ez is korrigálja ezt a különbséget, tehát csökkenti. Másrészt pedig van egy református óvodánk is,
amely szintén felvesz 20 gyermeket. Tehát ezek a szempontok mind oda vezetnek, hogy a számításaink szerint pont megfelelő férőhelyen fogunk rendelkezni. Remélem, a gyakorlat is ezt fogja mutatni. Azért a valóság fogja megmutatni, hogy a beiratkozások után fogunk teljesen tisztán látni, de nagyon bízom abban, hogy az elmúlt évek erőfeszítései és az óvodai csoport létszámok bővítése, illetve az óvodai csoport számok bővítése és ezzel együtt az óvodai létszámok bővítése azért eljuttatott bennünket odáig, hogy ezzel különösebb problémáink nem lesznek, de hát azért nyugtával dicsérjük a napot. Mindent elkövettünk az elmúlt években, azt hiszem, hogy óvodát fejlesztünk, bölcsődét építettünk, óvodát fejlesztettünk, most az iskolákon lenne igazából a sor. Nagyon elhanyagolt állapotú az András iskola. Tavaly sikerült kívülről és energetikai szempontból megújítani a Halmiskolát. Szeretnénk ugye az András iskolával kezdeni valamit. A Petőfi iskola is borzasztó állapotban van energetikai szempontból, főleg a tornaterem. Lehet, hogy ebben az évben ott is sikerül ablakokat cserélni. Tehát megvannak az elképzelések, a tervek. És az örömteli dolog, hogy ilyen problémáink vannak, hogy sok a gyermek. Mert annál nincs szomorúbb, mint amikor üresen tátonganak az alapfokú intézmények, nevelési intézmények vagy az iskolák. Úgyhogy nekünk azért ez még a kedves teher, a kellemesebb probléma. William.